A 20. század egyik legfontosabb filmjeként emlegetik a Szerelmek városa című alkotást. A következő percekben erről fogunk beszélgetni. Itt van velünk Gyöngyösi Zoltán Baptiszt. Volt most egy ős bemutató a Víg Színházban, hogyha jól tudjuk, mesélj erről nekünk egy kicsit. Így van. Most szeptember 4-én mutattuk be a Szerelmek városa című bemutatónkat, amely ugye 1945-ben bemutatott francia film alapján készült. Ez Marton Lászlónak volt egy kedvenc filmje, és ő ajánlotta még annó a darab rendezőjének, Ifja Vinyánszky Attilának, illetve Vecsei H. Miklós az írója vagy dramaturgja ennek a darabnak, és ő nekik ajánlott ezt a darabot, és nagyon sokáig nem tudott elkészülni, és végül most, hogy Marton tanár úr már nincsen köztünk, tulajdonképpen az ő tiszteletének a jeléül is próbáltuk ezt színpadra állítani. Többször belevágtatok a darabba, elkezdtétek a próbafolyamatot, végre sikerült bemutatni. Jó magam olvasgattam egyébként a sajtóközleményt, és hát ugye ilyen furcsa, hát fonatikus módon vannak leírva a nevek, a különböző francia nevek is. Mindegyiket értem persze, de a Baptistnál elgondolkoztam, mert persze van ilyen francia név, hogy Baptist. De amikor le van írva, hogy Baptist, akkor azon gondolkodtam, hogy milyen báb, milyen tisztje. Na, mi egyébként földik vagyunk, te is debreceni vagy, Ady Endre gimnázium, mikor 2010, mikor érettségiztem? 2013-ban érettségiztem az Ady Endre gimnáziumban. Innen csókoltatjuk Cilla nénit és Csikos Sándort, aki most már ugye a Színművészeti Egyetemen beszédtanárként működik. Szóval, hogy te egyébként mondjuk úgy, hogy viszonylag új vagy a Víg Színházban. Hogy érzed magad? Azért vannak már darabok mögötted, ugye Lilium, Nagy Gatsby. Igen, igen. Hát én ugye 5. éve vagyok a Víg Színház társulatának a tagja, és hát nagyon jól érzem magam, hogy nyilván legalább már 12 bemutatón volt, elég sok. Bejárattad magad. Így van, bejárattam magam, úgymond. És igazából teljesen jól érzem magam, nagyon-nagyon jó közösség a Víg Színház közössége, én úgy gondolom, a társulata egy igazán emberi és befogadó közösség, és én ezért nagyon jól érzem magam ott. Viszont akkor egy kicsit kanyarodjunk már vissza, engem nagyon-nagyon érdekel ez a Szerelmek városa, ugye egy adaptáció készült a film alapján. A főszereplő egy gyönyörű színésznő, és ugye 4 férfi is rajongozó kegyeiért. Baptist melyik karakter? Igen, tehát hogy ugye a történet középpontjában áll egy gyönyörű nő, amiért a femme fatale. És négy különböző férfi verseng az ő kegyeiért. Baptist karaktere, ő egy pantomímes művész. Egy pantomim művész, aki az utcán keresi a kenyerét, tehát nem a színházon belül, ahol ez a színésznő is, illetve később majd bekerül egyébként a színházba. De ő az a karakter, aki itt a Bűnök utcájában, ebben az óriási kavalkádban a csöndet képviseli, vagy a letisztultságot, Olvastam valahol egyébként, hogy voltál annyira elvetemült a szónak a jó értelmében, hogy mi készültél a darabra, és tudtad, hogy te leszel a pantomim művész, felkerestél profi pantomimeseket, és akkor az ő segítségükkel. Hát veszek 1-2 órát tőlük, hogy kell pantomimezni? Hát ha nem is magamtól feltétlenül, de nyilván azért ez egy nagyon fontos része a darabnak, meg a pantomim, mint művészet, az egy eléggé komoly mozgásművészet, éppen ezért Karsai Veronika pantomim művésznek a segítségét kértem, és akkor így vele több hónapon keresztül készültünk erre az előadásra. Nehezebb is így kifejezni talán magunkat, nem, mint egy írott szöveget megtanulni, és azt azért itt jóval kisebb a mozgástér. Így van, tehát pont ez a nehézsége a pantomimnek, hogy szavak nélkül kell, sőt hangok nélkül, tehát nem csak szavak, hanem hangok nélkül kell érzelmeket, illetve tulajdonképpen mondatokat kifejezni. Szokták mondani, hogyha egy fegyver megjelenik a színpadon, annak mindenképpen el kell sülnie. Most nyilván a rendező nagyon fog nekem erülni, hogyha felállítalak, már pedig felállítalak. Ugye a pantomimből annyit ismerünk csak, hogy akkor megfogod az ajtót, elhúzod, és nézel, hogy ez a klasszik. Mi az, ami ennél te többet csinálsz? Most fel kell állnom. Igen, kérlek.
Igen. Csak így. Jó, hát igazából, hát hogy mi, ez egy sokkal több rétű, szerintem, amit a legtöbben ismernek, az a falas történet. Igen, igen. És akkor elmászol mellette. Így van, meg, nem vagyok elhúzni. Igen. Hát ez megvan, ezt ismeri mindenki. Hát most nem vagyok bemelegítve, tehát ezt most megcsinálni. Köszönjük szépen, jó. Tehát tulajdonképpen bármit meg lehet, tehát hogy lovagolni is lehet. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami... Érzelmeket mutass nekem, kérlek, arcoddal akkor, és én nem állítalak föl, én hagyom neked, hogy üljél. Hát nem tudom, nem úgy készültem. Nem úgy, hogy érzelmeket. Szóval a darab alapvetően igen, arról szól, hogy kis elmagányosodás, vannak benne repülő, nem tudom, színészek vagy zenészek, vannak, minden is van, ami egyébként megtalálható a Víg Színház jelmezraktárában vagy hátsó részében. Azért egy ilyen darabnak a végkimenetele, a szerelmek városának a végkimenetele lehet bárki számára happy end? Hát akár lehetne, de nem lesz. Tehát sajnos ez egy olyan történet, ahol tulajdonképpen mindenki elsétál a másik mellett. Tehát, hogy van egy nagyon-nagyon fura szerelmi ötszög tulajdonképpen, vagy szerelmi hatszög, hogyha így fejezhetem ki magam, és valahogy mindig másba szerelmes, tehát soha nem találkoznak az érzelmek, és éppen ezért ez egy ilyen egymás mellett elsétálás. Így van. Minden esetre, Zoli, köszönjük szépen, hogy jöttél. Nagyon szépen köszönöm. És üdvözöljük Rudolf Pétert. Átadom.